Sziasztok, köszönöm szépen Tamás a felvezetést, mert tökéletesen beágyaztál abban, hogy a GDPR Proof Marketing Consent-et és hozzájárulást el is kérdezted az elején, mert a végén fogunk etikai kérdésekről is egy kicsit beszélgetni, hogy a rólunk felgyűlt adatokat hogyan is és hogyan lehet, vagy hogyan lehet nem etikusan is felhasználni, és hogy mit is hoz a jövő. De ne kanyarodjunk egyből a végére. Én Boldog Viktor vagyok, és akkor változatlanul már többieknek elmondtam, csak gyűltünk azóta egy kicsit. Kérem tőletek, hogy nyugodtan a beszélgetés közben szakítsatok félbe, adjatok hozzá plusz aspektusokat, hogyha van megjegyzésetek, vagy nyugodtan kérdezzetek bele, hogyha bele tudok menni mélyebben, szívesen belemegyek a témákba. De így elkezdtem egy kicsit lazább szerkezetű beszélgetéssel készülni. És ezt a bemutatkozásomban is már kicsit jelen van, hogy tudjátok, vagy nagyjából el tudjátok képzelni, hogy mire számíthattok tőlem. Szóval, ami nem vagyok, az többetekkel ellentétben nem vagyok enterprise architect, nem is voltam. Habár azért a Telenornál voltam 3 évig BI adattárház és kampánymenedzsment architect, szóval adatvezérelt témakörben azért van egy rálátásom, hogy hogyan érdemes ilyen rendszereket összelegózni. Semmiképpen nem vagyok úgymond képzett marketing szakember, tehát nem ezt tanultam, én infós végzettségű vagyok, a BM-én tanultam, de azért szintén a Telenorban több mint 3 évig vezettem a Campaign Management Office-t, ahol mi raktuk össze a BTL és Targeted Marketing kampányokat a jó kis csapatommal, és talán erre is van rálátásom, hogy marketing szempontból, hogy érdemes megfogni ezeket az aktivitásokat. Nem vagyok data scientist sem, semmiképpen nem várhattok tőlem Python és R kód részleteket különböző szkórokkal, affinitási szkórokkal, meg előrejelzésekkel kapcsolatban, de azért az elmúlt 10 évben elég sok, korábban még ugye data mining, tehát adatbányászati, később akár ilyen machine learning típusú projektbe vettem részt, úgyhogy azt gondolom, hogy arra is van rálátásom, hogy hova fejlődik ez a terület, és hogyan lehet ezt beépíteni ezeknek a rendszereknek a hajtómotorjába. Szintén nem vagyok képzett vagy tanult projektmenedzser, de azért már többször, több mint 40-szer voltam PM az elmúlt években, és fejlesztő se vagyok semmiképp, de azért már szerintem ezt is csak hasra ütöttem, de 150-nél valószínűleg több projektben voltam business analyst és fejlesztési menedzser. Szóval így kb. Ez vagyok én, tehát semmi se, de minden is. Én úgy fogalmaznám meg magamat, hogy ilyen adatos ember vagyok. Szeretek így az adatok világában mozogni, most jelenleg a DXC-nél dolgozom, és itt a pre-sales aktivitásokat, tehát az értékesítési aktivitásokat támogatom, akár ilyen funkcionális csomagok összeállításával, és gyakorlatilag így próbálom megérezni azt, hogy az üzletnek, vagy a megrendelőnek mire van igénye, és az hogy lehet összelegózni. De azért az elmúlt 15 évem az főleg üzleti intelligenciáról, adattárházhoz és kampánymenedzsmentről, vagy hát ilyen targeted marketingről szólt. És mi is az én ja, nem hoztam már a tankönyvi definíciókat semmiről, mindent, amiről így mesélek, így megpróbálom így az én szemüvegemen keresztül becsomagolni, hogy én hogy látom, vagy a tankönyvi definíciókhoz képest, hogy látom én ezeknek a definícióját. Ugye az adatvezérelt targeted marketing automation, tehát ez ilyen adatvezérelt célzott marketing és ennek az automatizációja, tankönyv szerint is úgy szól, hogy keressük meg a megfelelő üzenetet. A megfelelő üzenet az sokféle aspektusa lehet. És itt nem csak ajánlatra kell gondolni, hogy valami megfelelő ajánlatot adunk az ügyfélnek, hanem azt is, hogy azt a számára megfelelő áron tényleg releváns legyen, de lehet az is, hogy ez csak egy üzenet, egy megfelelő életciklusba, egy rákérdezés, hogy segíthetünk-e valamibe, vagy akár ajándék és ünneplés, tehát nagyon sokféle ügyfél interakció lehet. Nem minden targeted marketing automation eseménynek eladása célja, hanem nyilván az, hogy a végén minél több pénzt tudjon ebből egy cég keresni, de ezt nagyon sokféle aspektuson keresztül elérheti, ahogy növeli közben az ügyfélélményt, a kötődést, a lojalitást,
és ezek azért ilyen szempontból komplex, ilyen kommunikációs journey-k vagy utak szoktak lenni, ahogy ezt igyekszünk elérni. Fontos aspektus, hogy a megfelelő időbe történjen minden kommunikáció. Ez szintén többféle dimenziója van. Egyrészt akár az, hogy napon belül, melyik napon, milyen időzítéssel, mikor a legvárhatóbb az adott ügyfélnél, vagy a legmagasabb figyelme van, vagy a legvalószínűbb, hogy el tudjuk csípni a figyelmét, vagy akár a legmagasabb konverziós hajlama van abba az időpillanatba. De ez nem csak ilyen naptári idő lehet, hanem, amint előbb említettem, életcikluson belül idő is, vagy élethelyzetben lévő idő is. Ugye egyre nagyobb digitális lábnyomot hagyunk magunk után, egyre több cég, egyre többet tud rólunk, és nyilván a saját élethelyzeteinkről. Egy mai fiatalnál, hogy valószínűleg terhes, azt már rég nem anyuka meg apuka fogja először tudni, hanem a Google. Az első, amit beírunk a keresőbe, hogy fogamzásgátló tabletta, stb. Stb. Sokkal hamarabb tudnak az ilyen digitális cégünk rólunk és az élethelyzetünkről, és az élethelyzetünkkel történő változásokról, mint akár a tényleg az ismerőseink, barátaink vagy családunk is. És bár a példa elég szélsőséges volt, de a megfelelő időzítés arról is szól, hogy ezekre az élethelyzet változásokra hogyan tudunk reagálni, és akkor sokkal praktikusabb példákba visszamenve, hogyha bővül a család, akkor valószínűleg nagyobb kocsi kell, ha lakást veszünk ahhoz, nem tudom én, biztosítást valószínűleg vennénk, vagy ha nézegetjük a nyaralásokat, akkor lehet, hogy egy túracipő az jó ötlet lenne venni, hogyha mondjuk hegyeket nézegetünk, stb. Tehát ezt is értem jó időzítés alatt, nem csak azt, hogy mondjuk hétfőnként 10-től 11-ig még valószínű, vagy nem tudom én, 9-től 10-ig még hiába érek be a munkába, valószínű még csak átnézem a, nem tudom én, a reklám e-mail címemet, és hogy arra mik jöttek, mert nyilván lehet ez is. Fontos az is, hogy a megfelelő helyen adjunk ajánlatot. Ezt is többféleképpen lehet érteni, de azért a szakma ugye most már egyre inkább megy abba az irányba, hogy ugye applikáción keresztül, vagy akár mobil szolgáltatók sima szimkártyán keresztül azért van hozzáférésük a lokációnkhoz. Jelenlegi lokációnkhoz nyilván számítani tudják azt is, hogy hol dolgozunk, azt is, hogy hol lakunk életvitelszerűen. Ebbe akár még egyébként következhetnek úgymond household méretre és család méretre. De akár, hogyha egy olyan irodaházba dolgozunk, amit GPS alapján meg tudnak azonosítani, akkor még a várható fizetésünkre is, vagy arra, hogy milyen területen dolgozunk, hiszen hozzá tudják nézni a térképen, hogy milyen cég fordulott elő azon a címen, ahol tartózkodunk. És ezek a geolokációs adatoknak a terének a kinyílásával ugye nagyban van lehetőség arra, hogyha valamilyen pozíció felé közeledünk, akkor ilyen célzott lövés le lehet adni, hogy betereljük az ügyfelet. Lehet ez egy plázába, egy adott boltba, hogy ó, látom, hogy itt vagy a környéken, gyere be, és akkor adunk X százalék kedvezményt, vagy jössz a benzinkút felé, hát kanyarodj befelé, egy ingyen kávéval várunk, vagy nem tudom én milyen fesztiválon vagyunk, és akkor ahol a fő nem tudom én vendég a Guns N' Roses, és akkor gyere töltsd le a Spotify-ról a Guns N' Roses albumot, és cserébe nem tudom én az első 3 hónap a Spotify előfizetésedet mi álljuk. Tehát, hogy nagyon fontos a geolokáció, egyre fontosabb és egyre relevánsabb ajánlatokat lehet vele adni. Persze, ha végén beszélhetünk ennek az etikai vonzatáról is, hogy mennyire oké ez, és mennyire frankó, hogy így a szemébe nyomjuk az ügyfélnek, hogy pontosan tudjuk, hogy hol vagy, de azért mindenképpen egy fontos faktor, amikor összeállítjuk a célzott marketing stratégiánkat. A könyvben már nincs így benne kiemelve, ezzel a hárommal szoktak prosperálni, de én mindig hozzáteszem, hogy nagyon fontos a megfelelő csatorna is.
hogy milyen csatornán érjük el az ügyfelet. Ugye vannak, akinek többféle kommunikációs csatornája van, amivel hozzáfér az ügyfeléhez, tehát egy jellemzően egy telkónak például elég sok van, az SMS-től kezdve az e-mail applikáció push notification, call center, IVR-ba is be lehet rakni előre bekészített üzenetet, és az összes digitális csatorna, mint a saját webshop, és persze a Digital Advertisement-ben, Space-be, a Google Ads-ektől, Facebookon, Twitteren, bármi más. Tehát fontos az is, hogy milyen csatorna mixet gondolunk az ügyfélnek, melyik kommunikációhoz melyik csatornát választjuk, mennyire kommunikáljuk túl az ügyfelet az adott csatornán, mennyire nem fontos figyelni ezekre, hogy ne üssön át egy zavaró tényezőt ennek a frekvenciája, de szerintem ez a négy faktor, ami a legfontosabb ilyen dimenzióként, és a legeslegfontosabb mindezek által az, hogy a megfelelően összeállított üzenet az tényleg az ügyfélre legyen szabva. És itt a szakirodalom még mindig úgy mondja, hogy to the right people, tehát hogy az embereknek, de azért a világ egyre inkább abban a világban megy, hogy to the right person, tehát hogy tényleg már elértük azt a szintjét a marketing automatizációnak, hogy simán tudunk per fő legjobb ajánlatokat számolni. Tehát majd a bevezetőmben mesélek a mikroszegmentációról, hogyan képzünk mikroszegmenseket, akik bizonyos dimenziók szerint hasonló csoportokba sorolt emberek sokasága, akár viselkedés, akár demográfia, akár geolokációs dimenziók mentén, vagy bármilyen digital footprint jelenlévő adat mentén, de azért már Magyarországon is vannak olyan nagyvállalatok, akik már nagyon sok éve, 5-6 éve akár személyre szabott szintre lementek a marketing automatizációba. Tehát ez abszolút nem science fiction, hanem már masszívan a jelen. És csak funkcionális szinten, hogy épülhet fel egy ilyen ökoszisztéma. És azért mondom, hogy épülhet fel, mert azért nyilván többféleképpen össze lehet legózni. Az adott vállalatnak a roadmapje, az igényei, a kívánság listája mentén, de majd mindjárt belemegyek, hogy mit is értek el alatt. Ugye azért úgy néz ki az egész, hogy manapság már nagyon modern ilyen targeting marketing túlok vannak, vagy omnichannel campaign management túlok, mindenfélének hívja a szakirodalom. A fő blokkok, amik ezen a dobozon belül vannak, azok a következők. Tehát először is van egy mikroszegmentációs képesség. Ebbe a dobozba bele van töltve egy csomó ügyfélnek egy csomó adata, és nyilván amihez adott hozzájárulást, hogy használhatjuk személyre szabott ajánlatadásra, és ezek mentén, az adatok mentén szűrögethetjük a célcsoportunkat. Tehát belerakhatjuk, hogy a kék szeműek, a barna hajúak, a pestiek, a nők, bla, 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 amit egyébként a GDPR enged nekünk, mert nyilván például a nő-férfi szegmentációt, mert GDPR szerint, ha jól tudom, de hogy a biztosítási területen biztos nem lehet használni, de szerintem általában már nem lehet ilyen gender információkkal szűrni, mert diszkriminatív megkülönböztetés. De a lényeg, hogy valamilyen ilyen szűrési feltételek mentén leszűkítem a csoportomat, akiket úgymond targetálni akarok, így képzelek különböző mikroszegmentációkat. Ebből bármennyit képezhetek, bármennyi kampányt indíthatok, bármelyik mikroszegmens, ezek dinamikusak, flexibilisek. Általában ezekben a rendszerekben, ha már úgymond le van fejlesztve, és be vannak ezek az adatok töltve, nagyon egyszerűen ilyen drag and drop módszerrel összehúzkodhatóak és paraméterezhetőek, szóval ezek elég jó kis kézreálló eszközök már manapság. A másik következő nagy blokk, és nem biztos, hogy logikailag az a következő lépés, de mindegy, most megyek ebbe a sorrendbe, maga a csatorna menedzsment. Amit mondtam, hogy nagyon sokféle
csatornán, kommunikációs csatornán is el tudjuk érni az ügyfelet, saját boltba, de akkor is bekészíthetjük magának az ügyintézőnek a bejövő ügyfélhez tartozó ajánlatokat, call center, SMS, MMS, applikáció, e-mail, web, digital, stb. És fontos, hogy ezt megfelelő mixbe rakjuk ki, megfelelően beállítsuk a kommunikációs szabályokat. Amikor összerakom a kommunikációs, akár több lépcsős, több szintű kommunikációs tervet, akkor megfelelően választom ki a csatorna lépéseket, meghatározom a szabályokat, hogyha valakit e-mailben, nem tudom én, kommunikáltam, akkor mennyi ideig nem bántom, tehát nem zavarom újabb e-maillel, mekkora hézagokat hagyok két azonos csatornájú e-mail kommunikáció között, és egyébként, és itt megint belekontárkodnék hogy mondjam, a standard definíciókba az Omnichannel view-ról. Ugye az Omnichannel view az leginkább, legtöbb helyen azt szokott elhangozni, hogy az a fontos a kommunikációs csatornák felépítésénél, hogy azért, hogy ne legyenek ilyen confused üzenetek minden csatornán, megfelelően minden ajánlat elérhető legyen. Azért a gyakorlat nem ezt mutatja, hogy minden csatornára ugyanazokat az ajánlatokat kell kirakni, vagy szükséges kirakni, sőt, de abba természetesen egyetértek, hogy konfúz üzenetekkel nem szabad bombázni, a túl sok distributív üzenet más-más ajánlatokkal csak szétzilálja az ügyfél felébe a kommunikációt, és a súlyát veszítjük el, de az igenis valid, hogy nem feltétlenül minden csatornán ugyanazt az ajánlatot kell kiadni, hiszen lehet, hogy az egy olyan komplex ajánlat, amit mondjuk egy push notification-be appon keresztül nem lehet elmagyarázni három mondatba, ezért nem is erőlteti a cég, hogy azt ott mondja, ez akkor van, ha kihívja a call center-es, mert bonyolultabb annál, mint hogy négy mondatban le lehessen írni, és akkor ilyenkor itt szét lehet szedni ezeket, de persze megfelelő logikák mentén. És akkor van a következő lépcső maga az ütemezésnek a menedzsmentje, már kicsit kapcsolódott ahhoz, amit előbb mondtam, mikor triggereljük, mik a triggerek, a rendszeres kommunikációnak mik a beállításai adott ügyfél mentén, mikor küldjük az üzeneteket. A következő nagy és talán a legkomplexebb blokk az maga az ajánlatadási rész, amiben persze nem csak, ahogy az elején mondtam, nem csak feltétlenül ajánlatot adunk, az lehet csak egy információ és egy visszakérdezés, hogy segíthetünk-e bármibe, egy ajándék, bármi, de az offer management rész tud a legbonyolultabb lenni, attól függően, hogy milyen irányba akarjuk terelni az üzletünket, attól függően, hogy milyen termékportfólióval dolgozunk, attól függően, hogy milyen komplex architektúránk van, és melyik elemet mennyire, hogy mondjam, tudományosan akarjuk kiszámolni. Erre majd egy kicsit később visszatérek. És hogyha így előálltak a úgynevezett customer journey-eim, tehát az ügyféleknek szánt és felrajzolt marketing utaim, akkor nyilván azokat riportozni kell, felügyelni, javítani. Ha olyan rendszeren van, akkor nyilván machine learning visszacsatoló ágakat csinálni benne, hogy minden egyes journey-m minden nappal tanuljon meg valami újat, vagy új aspektusot, és holnapra legyen pontosabb és pontosabb az ügyfeleimnél a kommunikáció. Oké, tehát itt van középen ez a nagy buborék, ez a campaign management rendszer, amit etetnem kell adatokkal. Etethetem őket a BSS rendszereimből, a CRM rendszereimből, az ERP rendszereimből, akár third party adatokat vásárolhatok, hogyha GDPR szempontból ez okés, és a leggyakoribb az az architektúri aspektus, hogy nagy részben a meglévő adattárház eteti a már előkészített adatpiacokkal ezt a gombócot. Ettől egyébként architektúrai szempontból eltérhetünk, és nem biztos, hogy mindenkinek ez a megfelelő első evolúciós ugrás, hogy egyből
adattárház adatpiacból letetünk egy ilyen dobozt. Lehet az is, mondjuk, ugye vannak olyan ökoszisztémák, mit tudom én, mint a Salesforce, aki magába hordozza a CRM részt is, és akkor gyakorlatilag nem is kell külön adattöltés, hiszen natívan hozzáfér a CRM adatbázishoz maga a Salesforce-ban Marketing Cloud-nak hívják a kampánymenedzsmentet, maga a Marketing Cloud-os modul. De azért általában én, amit láttam nagyvállalati környezetben, az adattárház mindig egy nagyon-nagyon jelentős és nagyon fontos forrásrendszer. És ugye az adattárháznak van még egy olyan előnye, hogy ott implementált analitikákkal, erőjelzésekkel, szkórokkal, legyen akár egy termék iránti affinitási szkór, vagy akár egy churn score, ami súlyozza, hogy mennyire valószínű, hogy ez az adott vásárló le fog tőlünk morzsolódni. Ezeket ott elő tudjuk készíteni, és használhatjuk szűrési feltöltelként a kampányainkba. És hogyha ez a varázslat megtörténik a dobozba, ezeket az adatokat szűrések, meg triggerek, meg eventek mentén kampányokká alakítjuk, akkor mehet is ki a kommunikáció azokra a frontendekre, amik nekünk vannak, vagy amit az implementáció során be szeretnénk vezetni, és akkor itt történnek az interakcióink, amiknek az eredménye vagy közvetlen a target, vagy közvetlen a kampánymenedzsment dobozba, de megint általában úgy van, hogy a BSS rendszereken keresztül vissza az adattárházba, és akkor az adattárházból újra a kampánymenedzsment dobozba visszakerülnek, és tudunk belőlük tanulni. Nagyon-nagyon high level én így képzelem el, és ilyen architektúrákkal találkoztam, de mondom, a szeparációs vonal mozoghat, hogy melyik doboz mire terjed ki. És akkor felépítjük szépen az életutainkat, amikben megcsináljuk a megfelelő csatornadisztribúciót, akár a csatornákon tudunk az egyes kampány lépésekbe is ugrálni, kitaláljuk, hogy azokat hogy vezetjük végig, milyen mikroszegmentáció mentén, milyen ajánlat. Most, amire fel van írva, az inkább egy ilyen üzleti típusú B2B sales folyamat, úgymond, de hát nyilván B2C-re is fel lehet ilyet építeni, és nagyságrendileg egyébként egy kampánymenedzsment frontendet, csak így felvillantani hoztam, így képzeljétek el, tehát hogy összerakunk drag and drop ilyen logikai dobozokat, elágazásokat, logikai elágazásokat, szétválasztunk tesztcsoportokat, és azonos típusú ügyfeleket random szétveszünk, és van, akit elrakjuk kontrollcsoportba, hogy majd ő jó lesz a későbbi jelentéshez, ő nem kap ajánlatot, a többieknek megváltogatva a B típusú kommunikációt, vagy akár ajánlatot is kiajánlunk, különböző csatornákon keresztül, különböző mechanikán keresztül, és ebbe így szépen az ilyen journey-k befolynak át az ügyfeleink, és attól függően, hogy mit reagálnak, lépnek a következő lépésre, vagy zárul le rájuk a kommunikáció. És nagyjából itt dióhéjban én így ennyit képzeltem magáról a marketing rendszerekről, és egy kicsit szeretném ezt elvinni üzleti intelligencia irányba, hogy hova fejlődnek most ezek a rendszerek az én szemüvegemen keresztül, és milyen ilyen machine learning képességek épülnek be, és az analitikával hova lépünk tovább multi környezetbe. És nyilván szép íveket rajzolnak Google, Facebook és társai, de azért ez már nagyban itt van egy magyar a magyar piacon is, úgyhogy tényleg így a valóságon keresztül próbálom ezt elmondani. Tehát, hogyha azt nézem, hogy a mostani rendszerekben milyen ilyen beépített gépi tanulási képességek vannak, és fölveszem azokat az aspektusokat, amit az elején mondtam, hogy a jó időben, jó helyen, jó csatornán a megfelelő ajánlatot ajánljuk ki, akkor ennek tükrébe vennék végig most a képességeken. Tehát mondjuk vegyük először a megfelelő időben. Nagyon-nagyon jellemző már, hogy ezekbe a marketing, targeted marketing eszközökbe van ilyen beépített képesség, ami azt csinálja tulajdonképpen,
hogy engedi magán keresztül a kommunikációkat, és megvárja, hogy gyűjjön egy releváns tranzakciós history mennyiség. Tehát egy olyan mennyiségű adatot áttenged, egy olyan mennyiségű kampányt áttenged magán, amiből aztán már tanulhat. Ez mindegy, most nem a Salesforce rendszernél, ha jól emlékszem, például 90 nap. És 90 nap után elkezdi elemezni a tranzakciós historit. És az történik, hogy megnézi, hogy adott ügyfelek mikor konvertáltak a legjobban az adott kommunikációra. Például egy e-mail kiküldés esetén, ha csak elsőkörös konvertálást nézek, tehát hogy megnyitja az e-mailt, akkor melyik napokon és napon belül melyik időszakban megérkezett e-mailt, nyitja ki a legnagyobb valószínűséggel egy vagy két napon belül, ez paraméterezhető, hogy mennyi a figyelt időszak. És ez alapján megtanulja az ügyfél szokásait, és a következő kommunikációnál megpróbálja pont akkorra időzíteni, amikor a legnagyobb valószínűséggel a sikeres konvertálásba fog torkolni. Hasonló logika mentén variálhatjuk a kommunikációs csatornákat, hogy szétvágjuk például, hogy a fele menjen, nem tudom én, push üzeneten, applikáción keresztül, a másik fele ugyanaz az üzenet e-mailen keresztül, megvárjuk ezt a tranzakciós időszakot, amíg összegyűjti a megfelelő adatmennyiséget, és utána beállítjuk, hogy ezt optimalizálja, és elkezdi ügyfelenként megfelelően szétválogatni, hogy ki az, aki az e-mailre reagál jobban, ki az, aki az applikációs notifikációra vagy értesítésre reagál jobban, és nyitja meg, vagy jut el sikeres vásárlásig. Ugye látszik ezekben, hogy nagyon-nagyon egyszerű machine learning logikák, tulajdonképpen van egy tiszta tanuló adatba, és ezeknek az ügyfeleknek ment ki, ekkor ezen a csatornán sikeres volt, vagy nem, és megkeresi a közös mintákat, és beszkórolja, hogy per ügyfél melyik működik jobban. Tehát azért nem egy ördöngösség, de nagyon jól tudnak működni, és nincs külön data scientistre szükség, hogy ezt elemezgesse. A kampány menedzser gyakorlatilag teljesen IT bevonása nélkül csak berakja ezeket a választókat, és öntanulóan mennek a kampányai. Ugye nagyon fontos aspektus, és nagyon gyakran használt kampányolási technika az AB tesztelés, ez akár lehet egyébként nem csak kettő opciónak a tesztelése, nem több is, amikor hasonló ügyfélkörnek, vagy hát mondjuk úgy, hogy ugyanolyan ügyfélkörnek kiadunk ugyanolyan ajánlatot, csak csavarunk benne valamit. És szándékosan mondom, hogy valamit, mert bármit lehet. Lehet azt, ahogy előbb mondtam, a csatornánál választhatjuk azt, hogy másik csatornán. Választhatjuk azt, hogy másik szövegezés. Választhatjuk azt, hogy másik képet rakunk be a kávéról, amit adunk neki ajándékba. Választhatjuk azt is, hogy nem is kávét adunk, hanem a másik csoportnak fagyit adunk ajándékba. Változtathatjuk a színeket, változtathatjuk a web layoutot, hogy máshol van az ajánlat, máshova kell nézni, és egyszerűen automatikusan dolgozza és dolgozza fel az algoritmus, és értékeli ki, hogy melyik jobb, és utána tud állni egy arra a működésre, hogy amelyik jobban működik az adott ügyfélnél. De az AB tesztelésnél általában nem szoktak ilyen zárt feedback loopokat csinálni, azt mindig szokta nézni az elemző is, hogy melyik működik jobban, és mindig kitalálunk új és újabb AB teszteket, tanulva a meglévő bázisokból, de új ablakokat kinyitva a világra és az ügyfélre. És ugye megfelelő helyen ugye egyre több ilyen geolokációs trigger van, amit az elején mondtam a példákban, hogy elmegy a bolt előtt az ügyfél, arra megy a benzinkúthoz, egy olyan fesztiválra megy, és még sorolhatnám ezeket, amik ilyen nagyon-nagyon valid triggerek, tulajdonképpen nem is igazán kell hozzá mesterséges intelligencia, csak úgymond azért raktam be ide, mert egy nagyon-nagyon ilyen
magas és akár analitikával kibővíthető ilyen kis okossága ez napjainknak, amivel egyébként szerintem óvatosnak is kell lenni, mert ezzel aztán végképp nagyon át tud fordulni egy ilyen Big Brother feelingre a folyamatunk, meg a brandünk, meg a megítélésünk, de hát azért nyilván egy benzin kúthálózatnál ez egy nagyon valid és nagyon releváns ajánlat lehet, hogy gyere be hozzánk, mert mindjárt fogy a benzined, és adunk mellé még ajándék kávét. És egyébként azért is kapcsolódik kicsit ide, mert azért a geolokációs triggereknek ilyen live data stream kell, tehát hogy valós időben folyanak be az adatok, minél gyorsabban tudjunk reagálni arra, hogy ott van. És ugye ebből az egész Big Data világból, ugye, jól emlékszem, a Kafka az egyik első ilyen stream processing feldolgozó, amit ugye előszeretettel használnak ezeknek az integrációknak a megvalósítására. Van-e ideig kérdésetek, mert most megyünk csak igazán a durva mélységekbe, és eddig még valami nem tiszta, akkor tegyétek föl, mert most mélyebb vizekre elvezünk a következő percekben valakinek. Jó, de nyugodtan szóljatok közben, hogyha van valami, vagy ha nem érthető valami. És akkor most jön az a képesség, ami szerintem a szíve és lelke az egész targeted marketingnek, mert beszélt a csatornáról, időzítésről, geolokációról, helyről, stb. De most van az, hogy mit is adjunk, mi az ajánlat, mi az, amit mondani szeretnénk, tehát hogy rendelünk hozzá egy ügyfélhez, egy ügyfélcsoporthoz, egy mikroszegmenshez ajánlatot, hogyan csináljuk meg ezt a recommendation engine-t, ajánlatadási motort. Ezek a rendszerek, amiket így mondtam nektek, ezek a targeted marketing rendszerek, alapvetően hozzák azt a képességet, amit mutattam nektek avval a hálózattal, vagy ilyen journey builderrel, tulajdonképpen így hívják ezeket, ahol szépen egy campaign manager ilyen egyszerű logikai, tulajdonképpen boolean logikai alapokon összetudja önjáróan rakni tökéletes self-service-be a teljes kampányukat. És ha így rakja össze, hogy ha vegyük a pestieket, akiknek nem tudom én, van egy autójuk, meg nem tudom én, ide járnak dolgozni, ők ezt az ajánlatot fogják kapni. Vegyük azokat az ügyfeleket, akik egy hónapban háromszor is bejönnek hozzám mondjuk a boltba, tankolni, nem tudom én, stb. És egyébként kék a szemük, és egyébként zöld a hajuk, most teljesen mindegy, tehát direkt mondok ilyen hülye példákat, de az a lényeg, hogy leszegmentem őket, őket ebbe a journey-be rakom. Őket menet közben szét tudom változtatni, akik bejöttek az elmúlt egy hétben, azok kapják ezt az ajánlatot, ebből a diszkonttal, akik nem jöttek már be régóta, kapják ezt. És ez a fajta ilyen szegmentációs logika, hogy megcsinálom a mikroszegmenseimet, megcsinálom a kampánylépéseimet, melyik kampánylépésben milyen csatornán milyen ajánlatot kapjon, és ezt bele paraméterezem a kis logikai buborékomba. Ez azt kell, hogy mondjam, hogyha már kész a keresztrendszer, ez ékegyszerű, nagyon könnyen felparaméterezhető. Ha egyszerű kampánystruktúrákat akarunk kialakítani, kevés kampánymenedzserrel, nincs egy nagy analitikai csapat mögötte, aki nekem folyamatosan majd számolja az ajánlatokat, akkor érdemes ebbe az irányba menni architekturálisan a cégünknél. Ez egy nagyon egyszerű, nagyon jól használható, ha nem volt ilyen rendszerünk előtte, iszonyat nagy PND-del, vagy hát profit, extra profitokat tudunk vele keresni. Szóval ezeknek a cégeknek ajánlanám leginkább ezt a lépést, és marha jól tud működni, nincs vele semmi probléma. Van, amikor elkezdhetünk már használni beépített algoritmusokat részbe, akár vagy a dobozon belül, vagy a dobozon kívülről. Erre többféle technológiák vannak. Két legegyszerűbb, mondjuk a sima webshopokat akarunk csinálni,
számos termékkel, mint amin például Amazon, eBay, az úgynevezett kollaboratív filterünk. Tehát ez egy olyan mintakeresés, amikor azt nézzük, hogy hasonló típusú emberek, mint én, miket vettek a közelmúltba, és azt ajánlja nekem a rendszer. Ugye az Amazon már így, meg az ilyen webshopok, mint az Amazon, meg az eBay már így is fogalmaz, amikor ajánl egy terméket, hogy azok az ügyfeleink, akik vásároltak vagy nézték nálunk ezt a terméket, ezeket is érdekelte. Egyébként hozzáteszem, ez nagyon-nagyon GDPR vonzatú ez az egész aktivitás, mert csinálták úgy, hogy ők ajánlották, de nem azt mondták, hogy más is nézte ezeket a termékeket, és mondjuk már páran szerintem hallottátok ezt a példát tőlem, de hogy például az Amazon ilyen frankó kis vágó szerkezet mellé, amit így rá lehetett tapasztani az üvegre, és ilyen szép kört lehetett az üvegbe kivágni, amellé ajánlotta a símaszkot. Ami már ugye etikai problémákat felvet, és vannak ennél GDPR, vagy hogy mondjam, még provokatívabbak is. Tehát, hogy csak egy sima vásárlói kosár elemzel, és egy benzinkúton betér hozzád egy éjszaka egy hölgy, és akkor, vagy egy fiatal úr, és akkor vesz, nem tudom én, két üveg sört, akkor mondhatja egy recommendation engine kollaboratív filtering alapján, hogy hát emellett mások gyakran szoktak gumiobszert is ebbe az időszakba vásárolni, de nem biztos, hogy etikailag ezt érdemes egyébként kiajánlani. Tamás, bocs, tudom, hogy recordingot csinálsz, majd eldöntöd, hogy ki szabad-e ilyet rakni, vagy nem, de ezek nem légből kapott példák. Tehát azt mondom, és ezért fontos az, hogy erre érdemes etikai csekkeket lakni, etikai léjet, kiskorú ne kapjon olyan ajánlatot, ami bár a vásárlói kosara alapján indokolt lehetne, de mégse kaphatja. Tehát például, nem tudom én, egy Netflixes katalógusban ne kapjon 18 caskarikás filmet, attól függetlenül, hogy más nézők, akik nézték azt a filmet, nagyon sok 18 karikásat megnéztek utána. De egyébként ez a kollaboratív filtering nagyon egyszerű, nagyon jól üzembe lehet rakni, webshopra tökéletes, és úgymond gyorsan akartam mondani, ezt a blockbuster jelleget, ezt nagyon tudja hozni. Tehát, hogyha valami trend lesz, és trendet követni, vagy követtetni kollaboratív filteringgel egyszerű. És akkor ezzel szemben van a content-based filtering, amikor nem másnak az ügyfélszokásaihoz képest nézzük, hogy nekem mi lehetne releváns, hanem van egy nagyon-nagyon részletes product katalógus, ami a termékekről, amiben vannak leírások, taggek, stb., ami kereshető, és ez alapján próbálja meg kitalálni a rendszer, hogy mi az, ami engem érdekelhet. Például egy könyvtár, egy digitalizált könyvtárban marha jó use case az, hogy én nyomozok és keresgetek, nem tudom, az Árpádházi királyoknak a törvényhozásáról ilyen dokumentumokat, meg jegyzeteket, akkor ha ez a tegeket megjegyzi, és automatikusan keresi a másik könyvtárban lévő könyveknek a tegeibe, akkor így az én kereséseim alapján nagyon relevánsat tud adni, és nem a tömeg ízlés szerint akar engem vinni. Tehát például, hogyha visszamegyek a Netflixes példára, vagy filmes példára, hogyha én egyébként látszódik, hogy szeretem a Jancsó filmeket, ami nem tudom én, művészi elvont, stb., de egyébként meg szoktam nézni a DiCaprio-t is, akkor ne a Titanicot ajánlja ki nekem, meg ne a Jancsónak a másik filmjét, ami triviális lehet kollaboratív alapján, hanem mondjuk nem tudom én, ki ajánlja a Kosaras napolyát, ami vagy a Don kocsmáját, ami a DiCaprio-nak egy nagyon korai és művészibe hajló, vagy hát elvontba, nem művészibe, de elvontba hajló filmje. Tehát, hogy erre jó a content-based filtering, és nagyon releváns tud ez is lenni, hogyha nagyon jól felépített product katalógusunk van, amiben tudunk ezek alapján, a tegek alapján keresni. És ami egyébként, amivel én legtöbbször dolgoztam, az meg az, hogy
full hagyjuk a dobozba lévő logikákat, vagy részbe a könnyű helyekre berakjuk, mert oda nem kell túl sok már, hogy kinek ajánljunk ki egy nagyon egyszerű csomagot, kinek küldjünk ki egy ajánlatot, arra pont jó a Journey. De hogyha mondjuk van egy komplex, én Telenorból jövök, mondok egy ilyen példát, ha van egy komplex tarifacsomagom, és azt akarom megtudni, hogy melyik tarifacsomagra érdemes úgymond átcross-sellelnem az ügyfelet, akkor az nem triviális kollaboratív filtering alapján, mert én nem azt akarom, hogy arra menjen az ügyfél, amerre a tömeg megy, hanem azt akarom, hogy menjen arra, ami neki is jó, de azért nekem is nagyon jó. Tehát, hogy amikor irányított, és szeretném, hogy benne legyen az okosság, szeretném, hogy benne legyen a mesterséges intelligencia, de azért irányítani akarom úgy, hogy nekem jó, akkor az általában belső engine szoktunk csinálni, és azt általában ilyen adattárház, vagy ilyen advanced analytics környezetbe tesszük. És most egy kicsit beszéltem, hogy mikor érdemes mit hova tenni, és egy kicsit beszélnék arról, hogy mi kell ahhoz, hogyha oda akarom tenni. Tehát ha ilyen saját logikát akarok csinálni, amit én fejlesztek le, és akár te ügyfél szintű, tehát úgynevezett one-to-one kommunikáció, tényleg neki számolom ki, hogy az jó, ezek marha jó rendszerek tudnak lenni, de nagyon jól integrált, nagyon jó adatminőségű adattárházra van szükségem hozzá, és egy olyan adatcsapatra, aki folyamatosan tudja azt menedzselni, karbantartani az algoritmusokat, mert ezeket nem lehet magára hagyni, ezeket folyamatosan foglalkozni kell vele, hogy a holnapi tarifacsomagokra is fel legyen készülve, hogy a mi aspektusaink is bele legyenek irányaink kódolva és szőve az algoritmusokba. Az ilyen típusúhoz nagyon nagy és kompetens adatcsapat kell, és adatos környezet. A komplex és közben nagyon flexibilis journey-ket akarunk csinálni magába, a dobozba, ami én mikor kampányos voltam a Telenornál, egyszerre 400 kampányon futott párhuzamosan. Tehát, hogy itt tényleg magas flexibilitásról van szó, de ahhoz nagyon nagy kampánycsapat kell, releváns kampánycsapat, olyan eszközök, amiben átláthatóak a paralel kommunikációk, és nagyon-nagyon fókuszálni kell egy bevezetés során a tréningre, hogy minél hamarabb följön a kampánycsapat a megfelelő értési szintre. Mert azért egyszerűen is lehet használni egy ilyen rendszert, de ha komplex szintre elmegyünk, akkor nagyon nagy kárt lehet okozni buta kiküldésekkel. És hogyha közben akarunk egy nagyon-nagyon personalizált user experience-t a frontendeken, akár olyan cross-platform trackingekkel, ahol az anonimizált ügyfeleket is tudjam azonosítani a weboldalamon, és ha egyszer beregisztrál hozzá, tudjam kötni a persze megfelelő GDPR consent-nek a jelenlétébe, vagy megadásával a rendes ügyfél adathoz, a Facebook adokat hogy kezelem, a Google adokat hogy kezelem, hogyan értékelem ki. Ezek marha jó dolgok, ha elmegyünk ilyen digitál irányba, de ott a saját frontendnél kell egy magas flexibilitás, tehát a mostani rendszerek akár már úgy tudnak működni, hogy a kampány az parametrizált JSON kódokat is küld át a frontendnek, amiben personalizált szövegeket ad át, és azt jeleníti meg úgy a weboldal például. Nem csak az ajánlatot, nem csak a product ID-t, hanem a kommunikációt tegezem-e magázom, ide rakom, oda rakom. Tehát itt egy nagyon magas integrációs képesség kell a frontendek és a targeted marketing rendszerem közé. De ha építek egy ilyen, amit mondtam, egy ilyen saját analytical recommendation engine-t, akkor megkapom azt, hogy nem csak magára hagyom és tanul, ahogy tanul, meg ahogy a többiek működnek, hanem nagy irányon tudom tartani, és kontrollálni is tudom, ergo kapok egy olyan keretrendszer, amiben action pointokkal, akciós pontokkal irányítani tudom, hogy az értékesítéseim jó irányba menjenek. Tehát például, amikor számolgatom, hogy kinek mi az affinis ajánlat, akkor mellé tudom számolni az affinity score mellé, hogy az adott ajánlatért
az ajánlatot elfogadja az ügyfél, akkor mekkora profit margin növekményem lesz rajta, mekkora extra profitom lesz rajta a jelenlegihez képest. Ha van egy ilyenem, akkor ha ezt egy agent adja, egy ügyintéző adja a call centeren vagy a boltba, akkor meg tudom már neki az értékesítés pillanat előtt mondani, hogy barátom, ha ezt eladod, akkor ennyi extra jutalékot kapsz, és ő is motivált lesz benne, hogy az legyen eladva, amit számolt a logikám. Hogyha van egy ilyen analitikai modulom, akkor tudom előre jelezni, hogy milyen szenáriók történhetnek az ügyféllel. Valószínű, ha ő lemorzsolódik, nyitott-e arra, hogy most följebb menjen, mert hogy kinőtte a tarifa csomagját, nyitott-e arra, hogy más milyen típusú terméket vegyen. És ezekkel a szenáriókkal tudom súlyozni, hogy milyen fajta journey betereljem az ügyfelet. Nyilván, hogyha el akar menni, akkor nem érdemes egy upsell-lel terhelni, mert akkor még inkább elmegy, hanem inkább valami olyan megtartó ajánlatot kell neki adni, amiért újra le tudom kötni akár egy hűségszerződésbe, vagy újra vissza tudom láncolni magamhoz a jó értelemben. És ha már tudom, hogy mekkora profit marginom, amit szerzek rajta, akkor sokkal jobban tudom kontrollálni, hogy mennyi egyedi diszkontot adok neki, hogyha egyébként ezt megveszi, amivel még vonzóbbá tudom tenni az ajánlatomat, és ezt is tudja az analitikus modell akkor számolni. Tudom számolni azt, hogy mekkora virális potenciál van abban az ügyfélben. Ha látom, hogy egy nagyon nagy véleményvezér, akinek bizonyos szolgáltatási körök el tudnak terjedni az ismerősei körébe, még nagyobb kedvezményt tudok neki adni, vagy tudok neki olyan kupondisztribúciót adni, ha hoz több barátot, még több kedvezményt kap, amivel sok cég él, akár gyorsan Revolut, gyorsan akartam mondani, vagy Wise is, de ezt lehet targeted alapon is, ahogy megkeressük a potenciális influencereket az ügyfélhálózatunkban. A channel optimization-t, amire előbb mondtam, hogy melyik csatornán kommunikáljuk, azt is tudjuk úgy felépíteni, hogy oké, hogy ez az affinis csatorna az ügyfélnek, hogy nem tudom én a push notification, de mégis jobb lenne felhívni call centerrel, mert jobban meg tudnánk győzni egy ajánlatról, jobban oda tudnánk neki adni a diszkontot, és kvázi felülbírálhatjuk a mintafelismerés alapján adott ajánlatot, és sokkal jobban tudjuk irányítani. Persze nem azt mondom, hogy nem vesszük figyelembe, csak sokkal jobban tudunk balanszírozni a súlyok között. És az utolsó téma, amit hoztam, és egyébként az etikának a határait súrolja, az a neuromarketing. A neuromarketing, nem hiszem, hogy targeted marketingben nagyon sokan, pláne magyar körben alkalmazzák ezt úgy tudatosan. De mi is az a neuromarketing? A neuromarketing, és ez most nem targeted, általában a marketinges világban. Ugye vannak bennünk ilyen neurotranszmittereknek hívják, és például itt vannak ezek az endorfinok, amik ezek a pozitív hozadékú neurotranszmitterek, az oxitocin, dopamin, endorfin, stb., amik bizonyos folyamatokban, vagy bizonyos élethelyzetekben, meg szituációkban termelődik bennünk, és ezzel ilyen boldogság kapcsolatokat azonosítunk. És persze vannak negatív típusúak is, mint az adrenalin, a kortizol, ami stressz helyzetbe, vészhelyzetbe kapcsol be, ami tökéletesen úgymond ki... Hát arra készül be, hogy egy adott stressz helyzetet megelőzően megtámad minket egy kutya, egy baleset, mindjárt be fog következni a 3 másodperc múlva, és egyszerűen a test az adrenalin által befókuszál, sokkal jobban figyel, kortizol által fájdalomreceptorokat lebénítja, esetleg nem is érzed a fájdalmat, ha bekövetkezik, az arra rendezkedik be, hogy ez egy stresszes szituáció, akkor jó, ha csak rövid ideig tart fenn. De felkészíti a testet rá. Na és a neuromarketing az ezeknek a hormonoknak, vagy a neurotranszmittereknek a megmozgatását célozza. És próbálja bizonyos kommunikációk mentén gerjeszteni benned ezeket az érzéseket, és akár egyfajta ilyen
koktélt is előállít neked. És ugye megvannak ezeknek a test, vagy a testnek megvannak ezek a koktéljai, hogy mik szabadulnak fel, milyen időpillanatban, az agyat hozzá is köti, és a marketing is tulajdonképpen, és ez most ne csak klasszik marketingre gondoljatok, gondoljatok akár egy választásra is, akár Amerikában, akár európai választásra is gondolhatok, hogy miként mozgatják meg a kommunikációk a testetekben ezeket a hormonokat, és hogyan építenek ebből fel érzéseket. És ezekre megvannak az ilyen standard metodológiák, hogy a félelmet hogy keltik, hogy akár a bűntudatot, hogy akár a bizalmat, hogy akár az ilyen lojalitást, hogy emeljék. Erre vannak már a marketingben nagyon régen ilyen pszichológiai által alátámasztott technikák. És én azt látom, vagy abban látok egy nagyon nagy potenciális lehetőséget, hogy a targeted marketinggel ezek nagyon-nagyon gyorsan össze lesznek, bizonyos esetben már össze vannak kötve. És egyszerűen ennek van azért nagyon nagy etikai vonzata is, mert gyakorlatilag az érzések és a hozzá kapcsolt információk, és amiket eltárol szemlékeket, és amiben belezárnak véleménybuborékba, vagy betelelnek véleménybuborékba, az nagyba tud vezérelni, és olyan kvázi tudatalatti összekapcsolásokat megtenni, amire nem is ébredsz rá, és mégis egy adott döntéshez vezetnek. És ez lehet egy választási döntés, lehet egy vásárlás is. Én, ha ezt megint nem szakirodalomból veszek, én nem hiszek racionális döntésbe. Minden döntésben vannak valamilyen érzelmek, az is egy érzelem, hogy te úgy gondolt, hogy racionálisan döntöttél, és valamilyen nem teljesen racionális rendszerrel alátámasztott, hogy egyébként az egy racionális döntés volt. Tehát valahogy mind szocializálódtunk, és ezek a fajta kémiai folyamatok lejátszódnak a testünkben. És most kinyílt egy olyan világ, amiben az adatok és a rólunk gyűjtött adatok nagy mértékben növekednek. Most már rajtunk van az okosóra, gyűjti a pulzust, légzés számot, vérnyomást, nem tudom én, a véroxigén szintet, és eddig ugye neuromarketing visszamérésben például az ilyen típusú faktorokat nem lehetett on the fly nézni, hogy érez a potenciális beteg, vagy mikroszkóp alá vett ügyfél, de ezek által férnek ezek a cégek, vagy bármilyen cégek, akkor gyakorlatilag valós feedbacket kapnak. Ha lesz egyszer, nem tudom én, okos szemüveg, akkor a pupillánk tágulását is tudja nézni. Stb. Stb. Ezek az fajta IoT mérések egyre jobban jelen vannak, és az is kiderült az ilyen machine learninges időszakból, hogy nagyon sok helyen lehet közvetett következtetéseket levonni. Tehát amíg nem voltak okosórák, meg ilyen típusú adatból nem volt egy csomó, soha nem gondoltuk volna, hogy egy Parkinson-kort lehet pulzusból előrejelezni. Most gyakorlatilag simán előrejelzik pulzusból, meg vérnyomásból, nagyon korai fázisba, vagy mondok egy másikat, avval, hogy az egeredet hogy mozgatod. Avval is nagyon gyorsan előre lehet jelezni Parkinson-kort. Tehát, hogy egyre több, egyre nagyobb digitális lábnyomot hagyunk, amik aztán ezekben a technikákban nagyon-nagyon nagy mértékben felhasználhatóak lesznek. És a csatornák, amiken ezen a befolyásokat tudjuk hogy mondjam, lenyomatosítani az ügyfelekbe, vagy a hallgatókba, vagy az audiencebe, azok is nagyba bővülnek. Tehát van egy ismerősöm, aki alapítója egy olyan cégnek, akik azt csinálják, hogy gyakorlatilag targeted marketing csatornának vezették be a Twittert, és ott minden külön influencer az külön csatorna, és nem csak a Twitter, hanem TikTok, meg nem is tudom, mik vannak még ebbe az új világba, de minden influencernek, Instagram, minden influencernek minden profilja spórolja van. Jönnek be ezek a nagy cégek, akik reklámozni akarnak, és machine learning algoritmus alapján kiadják a voucher kódokat, hogy melyik influencer melyik csatornáján adja ki melyik kódot, és feedback loop-al
tanul az algoritmus folyamatosan, hogy melyik influencer működött jól, melyik csatornán, egyébként mennyi pénzt kap érte, mennyire jól csinálta. Tehát zseniális, ahogy egy tök új csatornát lefed egyszerűen a targeted marketing, és nem a Twitter a csatorna, az influencer maga, meg az influencernek az egyes csatornái, hiszen ott is különböző hatékonyságokat lehet mérni. De hát ez nem új dolog, targetedben nagyon új, de azért, hogy mondjam, tehát politikai célra, meg egyébként nem ennyire arcba ütő, de mégiscsak reklámozási céllal, nagyon-nagyon a jelenünkben van. Én nagyon szeretem ezeket az új Netflixes félig dokumentumfilm, félig nem dokumentumfilmnek hát bepozícionált ilyen új műveket. Az egyik, amit most így végére a mai előadásnak szeretnék ajánlani, az maga a Social Dilemma című Netflix mű, ami szerintem nagyon jól mutatja be, hogy hogy hálóz be, hogy ad teret is némileg, meg hogy bontja ki a digitális terünket, meg akár a képességeinket, hiszen az életben nagyon sok pozitív hozadéka is van ennek, de hogyan tud közben ezt kontrollálni minket. És azt gondolom, hogyha ezt megnézitek, és egy kicsit hozzáképzelitek még azokat, amiket így ma így elmondtam, akkor nektek is megindul a fantáziátok, hogy milyen irányokba juthatunk el 5-10 éven belül, és én kíváncsian várom, hogy hova fogunk.